magában az. Készül a Sült Keszeg és Kárásza a Bátai Keszeg Fesztiválon. A település egyik ikonikus rendezvényét 2 év után sikerült megrendezni. Több mint 15 csapat főzött és sütött, de kulturális műsor is várta az érdeklődőket. Minden elismerésem az ilyeneknek, akik a jövőbe adják a múltat. És az idős szülők, akik még élnek, becsben őrzik ezeket a rendezvényeket és azokat a ruhákat. A rendezvényen nem csak a kulturális műsort és a finom falatokat élvezhették a látogatók, de megismerhették a 2023-as Sárközi Lakodalom házasulandó párját is. Bemutatjuk a Sárközi Lakodalom 2023 vőlegényét és menyasszonyát. A vőlegény Imrő Péter, a menyasszony Karádi Anita lesz. Az első Sárközi Lakodalmat 1966-ban rendezték meg. Több évente szokták általában a sárközi települések összefogásával megrendezni, mindig más-más település rendezi a Sárközi Lakodalmat. 2023-ban Báta lesz a helyszín a Sárközi Lakodalomnak, és a pandémia óta most ez az első ilyen nagyszabású rendezvény, ahol mind az 5 sárközi település be tudja mutatni a népművészetét. Bátán a régi hagyományok szerint tervezik majd a vendéglátást. Igazi bátai az kondérba főtt tyúkhúslevest, vaslábosba főtt pörköltet, és így tovább, amit úgy szeretnénk szervírozni, ahogy a régi időkben volt, mert a hagyomány az hagyomány, az ételkultúra, a gasztronómia az meg kell, hogy legyen. A Sárköz legnagyobb rendezvénye várhatóan óriási turisztikai látványosság lesz, így az ország minden tájáról és a határon túlról is várják majd az érdeklődőket. Az esemény pontos időpontjáról egyelőre még nem lehet tudni.